Nyilván tisztelt Uraim, köszönjük mindenkit, aki a sajtótájékoztatónk van megjelent. Néhány perce csupán, hogy az országgyűlés kormányvárti többsége megszavazta a költségvetési törvényjavaslat főszámait. Elmondhatjuk, hogy a kormány és Matolcsy miniszter úr, bár ezúttal távolnak a csatától, egy újabb győzelmet adott. Ma a józanészt győzték le. A józanul gondolkodó emberek pontosan tudják, hogy már csak a kormány és a kormánypárt elfogult képviselői és támogatói hiszik, hogy az elmúlt másfél év győztes csaták sorozata volt, és győztes csaták sorozatával sikerült végül, úgymond tárgyalóasztalhoz kényszeríteni a korig alázott és megkoroltatott IMF. Az ország ezt a másfél évet egészen másképp érte meg. Nem győztes csatás sorozatának, hanem az elszegényedés másfél évének. Az elmúlt másfél évben egyre fogyatkozott a remény, egy normálisabb jövőbe vetett hit reménye, és egyre inkább az a tendencia érvényesül, hogy a felső tízezer egyre jobban járt, míg a munkavállalók 90%-a azt tapasztalta, hogy kevesebbet keres, és kevesebb pénzéből egyre drágábban kell vásárolni. A kormány a legfontosabb csatáit ugyanis elveszítette. Vegyük rögtön az elsőt. Az államadóság az magasabb, mint valaha is volt. Hiába tapsolták el az államadóság csökkentése érdekében, mint egy 3 millió ember teljes nyugdíj vagyonát, az államadóság GDP-hez viszonylag aránya 82% magasabb, mint valaha is volt. Azt is látnia kell a kormánynak, hogy az eltapsolt nyugdíj vagyon nélkül a költségvetés idei hiánya ténylegesen 6% lenne, a kormány kiadásokat növelő, sok tekintetben pazarló, megmondatlan cégvásárlásokkal és tartjított gazdaságpolitikája miatt. A jövő évi kilátások kedvezőtlenek. Ezt pontosan tudják ma már az ország lakóinak többsége, és pontosan tudják a külföldi üzleti partnerek. Jövőre ellentétben a kormány optimista előrejelzéseivel a fogyasztás minden bizonyal csökkenni fog, a gazdasági növekedés legjobb esetben is stagnálni fog, de jó esély van a recesszióra is. Ugyanaz a gazdaságpolitika folytatódik, amelyet az előbb jellemeztem azzal, hogy a felső 10 000 jól jár, ugyanakkor az ország túlnyomó része az elszegényedéssel kell, hogy szembenézzen. Ennek a kormánynak a gazdaságpolitikája miatt most már ténylegesen búvóba vágták az országot. És ma az államszavazással a kormánypárti többség kipaterolta a reményt is. A reményt egy kilábalást erősítő gazdaságpolitika reményét. Egy dolga van a kormánynak, és elsősorban Matolcsy György gazdasági miniszternek, annak a miniszternek, aki másfél év alatt annyi hibát és hibát halmozott, hogy az egész világ sajtó döbbenten és álmokra figyeli ezt a relatív teljesítményt. Azt kérjük Matolcsy miniszter úrtól, hogy távozásával töltse be azt az út, melyet gazdaságpolitikai